Hasányi István tehetségvédő klasszikus meghatározása szerint tehetségem azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, ami az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területen az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni. Gyarmati Éva a Tehetség című könyvében így ír. A tehetség nemzeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag, és természetes módon kifejlődik. Szükség van a megóvására, gondozására. Sokan többféleképpen határozták már meg azt, amit tehetségnek szokás nevezni, hogyan, kiben, miért, mikor alakul ki, hogyan ismerhető fel egy óvodáskorú gyermekben a gyémánt, illetve a majdani brilliáns. A Madarász Imre Egyesített Óvoda és a Térségi Tehetségtanács közös szakmai napján, ha ezeket a kérdéseket nem is sikerült maradéktalanul megválaszolni, a szakmai tapasztalatokat ki lehetett cserélni. Ez a nap arról szól, hogy a tehetség ígéretes gyermekek, illetve a tehetség gondozással kapcsolatban megosztjuk egymásnak az ismereteinket, a tapasztalatainkat, hiszen mind a tanács, illetve a Madarász Imre Egyesített Óvoda nagy hangsúlyt fektet a tehetségígéret gyermekeknek a tovább fejlesztésére, nevelésére. A Vármegyei Pedagógiai Hetek programja során a Karcagi Óvoda két bemutatón is ismertette azt a pályázati projektjét, amely a Nemzeti Tehetségprogram részeként fejleszti tovább az átlagost felülmúló képességekkel bíró karcagi gyerekeket. Ezeket a jó gyakorlatokat a szakmai nap keretén belül egyetemi oktatóknak, gyakorló pedagógusoknak is bemutatták. Örömünkre szolgál az, hogy nem csak óvodapedagógusok, hanem általános iskolából érkeztek igazgatók, tanítónők, hiszen nagyon fontosnak tartjuk a tehetségígéret gyermekeknek a nyomon követését, honnan indultak óvodánkból, hová érkeznek, iskolában hogyan támogatják őket. A tanácskozáson a jó gyakorlatok mellett a tehetséggondozó pedagógusok arról is tájékoztatást kaphattak, hogy például miként kell megírni egy pályázati projektet úgy, hogy az sikeres legyen.